Sziasztok, Likó vagyok. Mai interjú alanyunk. Egy nővér, akivel gyerekkorában rosszul bántak, mert szegény volt. Elhatározta, hogy több pénzt keres, és örökre megszabadul a szegény ember címkétől. Nagy erőfeszítések árán végül elérte, amire vágyott. Nem csak autót és házat vett, hanem saját vállalkozása is lett. Az anyagi jólét azonban egyáltalán nem hozott neki igazi boldogságot. Ezért elgondolkodott a dolgokon. Több mint tíz éven keresztül a pénzért küzdött és a pénzért élt. De végül mit nyert ebből valójában? Hogyan kellene élnie, hogy értelmet nyerjen az élete? Hallgassuk meg a tapasztalatait. Szervusz, Vajsziau. Szia. Hallottam, hogy már a 20 évei éveid elején saját céget alapítottál. Mm, így van. Sikeres nőnek számítasz. Hatással volt a családi környezeted, amelyben felnőttél arra, hogy ilyen szorgalmasan dolgozol? Hm, igen. Gyerekkoromban a családom nagyon szegény volt. A rokonaink és a szomszédok mind lenéztek minket. És a szomszéd gyerekek nem játszottak velem. Emlékszem, egyszer vidáman elindultam a szomszéd gyerekhez, hogy megkérdezem, akar-e játszani. De mikor a házuk bejáratához értem, hirtelen becsukta az ajtót. Ez a jelenet kitörölhetetlenül beleégett az emlékeimbe. Sokat ártott az önbecsülésemnek. Hm. Miután elkezdtem az iskolát, az osztálytársaim és a tanáraim is lenéztek. Amikor láttam, hogy más családok gyermekeinek szép hátisákjuk, toltartójuk és csinos ruhájuk van, nekem pedig semmim, minden nap arra gondoltam, milyen jó lenne, ha az én családomnak is annyi pénze lenne, mint másoknak akkor az emberek nem néznének le. Amikor tíz éves voltam, a családomnak nagy adósságai voltak egy közlekedési baleset miatt. Oh. És apám pénzt kért kölcsön a rokonainktól, de ők nem mertek kölcsön adni. Hmm. Ezután apám nagyon elszomorodott, kétségbe esetten sóhajtozott. És gyakran mondta nekem, a rokonaink és a szomszédaink... Lenéznek minket, mert nincs pénzünk. Ha felnősz, becsületet kell szerezned a család nevének. Az emberek csak a pénzt tisztelik. Hm. Édesapád szavai nagy hatással lehettek rád. Hm. Bizony? Elhatároztam, hogy ha felnövök, sok pénzt fogok keresni, és jólétben fogok élni. Megszabadulok a szegény ember címkétől. Hogy mindazok, akik valaha lenéztek, felfigyeljenek rám. Ah. Mikor kezdtél el kereskedelmet tanulni? Uh, még azelőtt elkezdtem, hogy elvégeztem volna a középiskolát. Oh. 1996-ban apám közvetítőként kezdett dolgozni a teherszállítási ágazatban. Pár évvel később a vállalkozásunk felvirágzott. Kifizettük az adósságunkat és vásároltunk egy teherautót, hmm. valamint telefonokat és mobilkészülékeket. Hmm. Amint a családunk pénzhez jutott, a rokonok és szomszédok, akik korábban lenéztek, elkezdtek látogatni minket. Bárhová mentünk, nagyra becsültek bennünket. Végre emelt fővel járhattam. Ez még inkább megerősített abban a hitemben, hogy ebben a világban élve több pénzt kell keresni. Az emberek csak a vagyont tisztelik. Ah, mikor fogadtad el Isten utolsó napok beli munkáját? Hmm. 1999-ben. Hmm. Szenvedélyesen hittem Istenben. Hmm. Láttam, hogy sokan még mindig nem fordultak Istenhez. Ezért csatlakoztam az Evangélium terjesztőkhöz. Ezután gyakran mentem evangéliumot hirdetni, ami megzavarta a családom üzleti ügyeit. A családom elkezdett szidni engem. Hmm. Miért hiszel Istenben ilyen fiatalon? Ha folyton csak szaladgáz, nem kapsz költőpénzt. Hmm. Mit gondoltál, amikor ezt mondták neked? Azt gondoltam, ha nem lesz pénzem, akkor nem kellem majd elviselnem az emberek diszkriminációját, mint gyerekkoromban. Végül a kísértés győzött, feladtam a kötelességeim végzését. Aha. És csak néha vettem részt összejöveteleken. Uh -huh. Az üzletre fókuszáltál. Uh -huh. Később, ahogy a munka egyre több lett, a szívem távolabb került Istentől. Apám átadta nekem az egész vállalkozás vezetését. És a 20 éveim elején saját karriert csináltam. Oh. Rendkívül boldog voltam. Hmm. Hogy több pénzt keressek, és sikeres üzletasszony legyek. Minden nap azon dolgoztam, hogy kapcsolatba lépjek különböző beszállítókkal. Éjjel-nappal telefonhívásokat kaptam. Hmm. Amikor szomjas voltam, nem tudtam vizet inni, nem pihentem. A kemény munkával végül közel százezer juant sikerült félretennem. Ez Rengeteg pénz volt a 90-es években. Uh -huh. Igen. Bár abban a néhány évben többet szenvedtem, mint az átlagember. Teljesen megérte, hiszen a pénztárcám kezdett dagadni. Uh -huh. Később láttam, hogy a legtöbb ügyfél, aki eljön hozzám üzleti megbeszélésre, autóval jár, és toronyházban él. Uh -huh. Még én egy régi, kétszobás utcára néző házat béreltem. Eltörpültem ezekhez a gazdag emberekhez képest. Azt mondtam magamban, ez így nem jó, továbbra is keményen kell dolgoznom. És törekednem kell arra, hogy egy nap autót vezessek, toronyházban lakjak, és saját cégem legyen. Ez egy még magasabb cél. Hogy ezt a vágyamat minél hamarabb valóra váltsam, még többet dolgoztam. Azokban az években ritkán tudtam végigaludni az éjszakát. És gyakran teljesen kimerült voltam. Még fiatal voltam, amikor fejfájások kezdtek kínozni. Amikor ilyen fejfájás jött rám, az olyan érzés volt, mintha tükkel szurkánának. Gyakran olyan rosszul lettem a számítógépem és a telefonom sugárzása miatt, hogy még hánytam is. Nagyon stresszes voltál. Valóban. Hogy enyhítsem a fájdalmat, a körmömmel erősen megcsíptem a fejbőrömet. Vagy a fejemet a kemény falba vertem. De ezek a módszerek a legkevésbé semenyhítették a fájdalmat. Hm. Még akkor sem gondoltál pihenésre? Amikor már elviselhetetlenül fájt a fejem, gondoltam, elmegyek kivizsgálásra. De láttam, hogy a bankjegyek csak úgy ömlenek a pénztárcámba, és nem tudtam rávenni magam. Gondoltam, Mostanában ritka a pénzkereseti lehetőség. Ki kellene használnom ezt a lehetőséget, amíg még fiatal vagyok. Hmm. Sikerült ezt megvalósítanod? Hmm. Néhány évvel később már volt autónk és egy házunk, és egy bejegyzett konténeres szállítmányozó cégünk. Oh. Minden alkalommal, amikor elautóztam egy céghez tárgyalni, a főnökök egytől egyig elismerően néztek rám, és dicsértek hogy ilyen fiatalon már saját karrierem van, és jó képességem. Sok ügyfél gyakran menedzserasszonynak szólított, amikor meglátott. És a barátaim dicsértek, hogy sikeres nő vagyok. Ünnepekkor, amikor családostul hazautasztunk a vidéki otthonunkba, sok szomszédunk átjött, hogy lásson minket. És azt mondták, hogy a férjem szülei szerencsések, hogy ilyen ügyes menyük van. Ezeket a dicséreteket halva elégedett voltam. A cégeddel való elfoglaltságaid mellett volt-e időd összejövetelre járni? Abban a néhány évben minden nap azon gondolkodtam, hogyan tudnék több pénzt keresni, és egyre közömbösebb lettem az Istenbe vetett hit iránt. Néha, amikor kihagytam egy összejövetelt, a nővérek megkerestek. De egyáltalán nem voltam rájuk kíváncsi. Néha, bár elmentem egy összejövetelre egész idő alatt az üzleten agyaltam. Csak formálisan voltál jelen? Igen, nem láttam semmilyen eredményt. Hmm. Abban az időben nagyon közömbös voltál az Istenben való hit iránt. Tehát milyen körülmények között tértél vissza később Istenhez? Hmm. Abban az időben, bár minden nap rendkívül elfoglalt voltam. Az üzlet nem ment olyan zöggenőmentesen, mint reméltem. Közlekedési balesetek követték egymást, és sok ügyfél elmaradt a fuvardi fizetésével. Hmm. Abban a pár évben több százezer jöjjönt veszítettünk. Ez nem csekély összeg. Hmm. Hogy visszaszerezzük az elvesztett pénzt, még több időt és energiát fektettem bele, mint azelőtt. A mindennapos extrém munkaterhelés erősen megviselte a testemet. Hmm. És a fejfájásom erősebb lett. Minden nap úgy éreztem, hogy jobb lenne, ha meghalnék. Amióta pénzhez jutottunk, a férjem minden nap elment szórakozni, és egész éjjel kimaradt. Szerencsejátékot játszott, és sok pénzt elherdált. Minden nap vitatkoztunk emiatt. És gyakran vörösre sírtam az arcom. Fájdalmas volt így élni. Hiába kerestél sok pénzt, nem voltál boldog? Uh -huh. Így van. A fejfájás gyötreme és az, hogy a férje érzelmileg elárulja. Bármelyikünket felettébb megviselni. Uh -huh. Valóban. Rendkívül tehetetlennek és tanácstalannak éreztem magam. Uh -huh. Most már megvalósítottam az álmomat. Volt autóm, házam és vállalkozásom. De miért nem éreztem magam a legkevésbé sem boldognak? Mi is történt valójában? Igen. Ezen a kérdésen érdemes elgondolkodni. Mhm. Uh -huh. Tehetetlenségemben az Isten szavait tartalmazó könyvre gondoltam, amely az irodámban volt. A mindenható Sóhajtása című fejezethez lapoztam, és olvasni kezdtem. Ah. Oh. Akkor épp nagyon csendes volt az irodám, és elejétől a végéig elolvastam. Amikor az utolsó szakasz végére értem, Isten szavai megérintettek. Ah, felolvasnád nekünk azt a részt Isten szavaiból? Persze. Mindenható Isten azt mondja, az emberiség, amely eltévejedett a mindenható által biztosított élettől, nem ismeri a lét célját, de azért fél a haláltól. Segítség és támasz nélkül áll, mégis vonakodik lehunyni a szemét, és megacélozza magát, hogy hússal tömött zsákokat támogasson, amik nincsenek tudatában a saját lelküknek, miközben alantas életet élnek ebben a világban. Te is így élsz, remény nélkül, akár a többiek, céltalanul csak a beli szentséges fogja megmenteni azokat az embereket, akik szenvedésük közepette nyöszörögnek, és kétségbe esetten óhajtják az ő érkezését. Eddig ez a hit nem jelent meg azokban, akik nem eszméltek fel. Az emberek mégis annyira vágyakoznak utána. A mindenható megkönnyörül ezeken az embereken, akik nagyon megszenvedtek. Ugyanakkor idegenkedik ezektől az emberektől, akik tudat hiányán vannak, mivel túl sokáig kellett válaszra várnia az emberiségtől. Arra vágyik, hogy keressen, keresse a szívedet és a lelkedet, élelmet és vizet hozzon neked, és felébresszen, hogy többé ne éhezz és ne szomjazz. Amikor elcsigázott vagy, és amikor elkezdesz valamit megérezni e világ sivár elhagyatottságából, ne légy elveszve, ne sírj. Mindenható Isten, az őriző, mindenkor elfogadja az érkezésedet. Ott figyel melletted, arra várva, hogy megfordulj. Arra a napra vár, amikor hirtelen visszatér az emlékezeted, amikor rájössz, hogy Istentől származol hogy egy ismeretlen időpontban eltévesztetted az irányt. Egy ismeretlen időpontban az út során elvesztetted a tudatodat, és egy ismeretlen időpontban szereztél egy atyát, amikor ráeszmélsz arra is, hogy a mindenható mindvégig figyelt téged, és sokáig, nagyon sokáig várta visszatérésedre. Kétségbe esett vágyakozással figyelt, válaszra várva, felelet nélkül. Az ő figyelme és várakozása megfizethetetlen. És az emberi szívért, és az emberi lélekért teszi azt. Lehet, hogy ez a figyelem és várakozás végtelen, és az is lehet, hogy véget ér. De pontosan tudnod kell, hogy ebben a pillanatban hol van a szíved és a lelked. Amikor elolvastam azokat a szavakat, hogy válaszra várva, felelet nélkül, a szívem, ami addig mély álomban volt, hirtelen felébredt, és elkezdtem töprengeni. Ki képes arra, hogy felelet nélkül válaszra várjon? Csak Isten, csak Isten az, aki mindig csendben az emberek mellett marad mint egy szerető anya, Isten szavai megvigasztalták megsebzett lelkemet, és nem tudtam visszatartani a könnyeimet. Abban a pillanatban éreztem, hogy a szívem nagyon közel van Istenhez. Annyi éven át hittem benne, de soha nem olvastam komolyan a szavait. És mindig azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnék több pénzt keresni, elismerést szerezni. Minden nap megküzdöttem a vállalkozás irányításával. Végül bőséges anyagi élvezetekre és mások tiszteletére tettem szert. De ez nem hozott nekem mást, mint a férjem ismételt árulását és betegségeket a boldogság legkisebb szikráját sem éreztem. Hm. Ehelyett ürességet, fájdalmat és tehetetlenséget éreztem. Mindezt a fájdalmat az okozta, hogy távol tartottam magam Isten gondviselésétől. Hm. Ez így van. Ha valaki egyszer elhagyta Istent, akkor a sátán megtévesztés állattél. Hm. Tíz évvel ezelőtt, Meghallottam Isten hangját. De nem becsültem meg az ő üdvözítő kegyelmét, Nemettem is itt a megfelelően az ő szavait, és nem vállaltam a kötelességeimet. Annyira lázadó voltam, de Isten nem hagyott el engem. És mindig mellettem maradt és várta, hogy megváltozzon a szívem. Ámen. Amikor tehetetlen voltam, Isten szavai nyomban megvigasztalták sebzett lelkemet. Amikor távol tartottam magam Istentől, ő újra és újra segített a nővéreken keresztül. De én hálátlan voltam és ellenálltam. Visszautasítottam Isten üdvösségét. Nem volt lelki ismeretem és értelmem. Vádoltam magam, sírva imádkoztam. Istenem, tévedtem. Bánom, hogy akkoriban nem olvastam figyelmesen a szavaidat, és a pénzkeresésnek szenteltem magam. Azt gondoltam, hogy ha pénz van, akkor mindenem meg lesz. De miután anyagi élvezeteket szereztem, üresnek és tehetetlennek éreztem magam, és szenvedtem. Istenem, az út, amit korábban választottam, rossz volt. Ezután újra az Istenbe vetett hit útján akarok járni. Ámen. Imádkozás után rendkívüli nyugalmat és békességet éreztem. Hmm. Abban a pillanatban olyan voltam, mint egy magányos csónak a tengeren, amely kikötött talált és lehorgonyozhatott mint egy tékozló fiú, aki évekig tartó vándorlás után visszatér édesanyja karjaiba. Biztonságban éreztem magam. Tényleg hálát kell adnunk Istennek? Hála Istennek. Csak akkor érezhet belső békét valaki, ha Isten elé járul. Hmm. Ez olyasmi, amit semmilyen anyagiak nyújtotta élvezet nem adhat meg. Hmm. Ez így van. Ezután valahányszor összejövetel volt... Mindig ahhoz ütemeztem az üzleti ügyeimet. Mm. Jó volt, amikor részt vettem az összejöveteleken, és jutott idő Isten szavainak olvasására és a kötelességem teljesítésére. Hála Istennek! De néha, amikor az üzleti ügyeim ütköztek a kötelességemmel, a kedvem ellenére ugyan, de az üzleti ügyeimet választottam. Emiatt aztán belsőleg gyötrődtem. Néha arra is gondoltam, mikor leszek képes arra, hogy ne befolyásoljon az üzlet, és nyugodtan végezzem a kötelességemet. Amikor láttam, hogy sok testvér képes volt elhagyni a családját és feladni a karrierjét, az nagyon megérintett. Mindannyian emberek vagyunk. Tehát, ha a testvérek fel tudják áldozni magukat Istenért, akkor én miért nem tudom? Hm. Reméltem, hogy egy napon képes leszek teljes szívemet beleadni a kötelességem végzésébe. Milyen nagyszerű lenne? Igen. Ezt a gondolatot közvetítettem Istennek az imáim során. Remélve, hogy több hitet ad nekem. És eljön a nap, amikor el tudom engedni a vállalkozásomat és feláldozni magam érte. Emlékszem, hogy 2011 nyarán a fejfájásom egyre erősebbé vált. Hm. Nem bírtam tovább. Ezért elmentem a városi kórházba kivizsgálásra. Oh, és mi volt a diagnózis? Az orvos azt mondta. A fejfájása összefüggésben lehet a jelenlegi munkájával. Mm. Ha javítani akar az állapotán, a legjobb, ha feladja ezt a vállalkozást. Oh. Ellenkező esetben az állapota romlani fog. Mm. Az orvos szavait hallva világossá vált számomra, hogy Isten kiutat mutat nekem. El akartam mondani a családomnak, hogy nem tudom tovább vinni a vállalkozást. Hm. De arra gondoltam, hogy tíz évnyi fáradtságos erőfeszítés kellett ahhoz, hogy meghozza a mai gyümölcsét. Az üzlet jól ment ebben az évben, és néha napi 5-6 juant is megkerestem. Ha feladnám akkor a jól kiépített ügyfélkörömet biztosan elcsábítaná valaki más. Végül nem tudtam legyőzni a pénz csábítását, és még néhány hónapig kitartottam a munka mellett. Bár sok pénzt kerestem, egyáltalán nem voltam boldog. És visszagondoltam arra az időre, amikor hajlandó voltam feláldozni magam Istenért. De most még foggal körömmel ragaszkodtam a pénzhez. Erős bűntudatot éreztem. Ezért újra imádkoztam Istenhez, és kértem, hogy segítsen örökre elengednem a vállalkozásomat. Ezen felül biztosan olvastad Isten szavait is, ugye? Uh -huh. Egy nap megláttam Isten ezen szavait. Ha most elétek tennénk egy kis pénzt, és megadnám nektek a választás szabadságát és nem ítélnélek el benneteket a választásotokért, akkor legtöbben a pénzt választanátok, és elhagynátok az igazságot. A jobbak közületek lemondanának a pénzről, és vonakodva az igazságot választanák. Még azok, akik a kettő között vannak, egyik kezükkel a pénzt, másikkal az igazságot ragadnák meg. Nem válna így nyilvánvalóvá a valódi énetek? amikor az igazság és bármi más között kell választanotok, amihez hülyek vagytok. Mindannyian így döntenétek, és a hozzáállásotok ugyanaz maradna. Nem így van ez? Hát nincsenek sokan köztetek, akik a helyes és a helytelen között ingadoznak? A pozitív és negatív, a fekete és fehér közötti versenyben bizonyára tisztában vagytok azokkal a döntésekkel, amelyeket meghoztatok: például a család és Isten, gyermekek és Isten, béke és szakadás, gazdagság és szegénység, státusz és hétköznapiság, támogatottság és félreállítás között. A békés és a széthullott család közül az előbbit választottátok, és ezt minden habozás nélkül tettétek a vagyon és a kötelesség közül ismét az előbbit választottátok. Még csak nem is akartatok visszatérni a rossz útról. A luxus és a szegénység közül az előbbit választottátok. Amikor fiaitok, lányaitok, feleségetek és férjetek, valamint én közöttem választottatok, az előbbieket választottátok. Az elképzelés és az igazság közül pedig ismét az előbbit választottátok. Szembesülve mindenféle gonosz tetteitekkel, egyszerűen elvesztettem a belétek vetett hitemet. Egyszerűen megdöbbent engem, hogy a szívetek ennyire ellenáll annak, hogy ellágyuljon. Sok évnyi odaadás és erőfeszítés nyilvánvalóan nem adott nekem mást a részetekről, mint elhagyatottságot és csüggedést. De reményeim irántatok minden egyes nappal nőnek, mert az én napom mindenki előtt teljesen kendőzetlenül feltárul. Ti mégis kitartotok a sötét és gonosz dolgok hajszolása mellett, és nem vagytok hajlandóak lazítani ezen a szorításon. Mi lesz tehát számotokra a végkimenetel? Elgondolkodtatok valaha is ezen alaposan? ha újra választanatok kellene, akkor mi lenne az álláspontotok? Továbbra is a korábbi? Még mindig csalódást és keserves bánatot okoznátok nekem? Szívetek még mindig csak egy csöpnyi melegséget hordozna? Még mindig nem lennétek tudatában, mit tegyetek, hogy megvigasztaljátok a szívemet? Ebben a pillanatban mit választotok? Alávetitek magatokat szavaimnak, vagy idegenkedtek tőlük. Isten kérdéseivel szembesülve elgondolkodtam. Arra gondoltam, hogy sokszor imádkoztam Istenhez mondván, hogy hajlandó vagyok feladni az üzletemet, és feláldozni magam érte. De amikor megláttam a napi több ezer juanos jövedelmemet, meggondoltam magam. Hát nem csaltam meg Istent? De igen. Azt gondoltam, hogy bár ezekben az években hittem Istenben, szinte minden időmet és energiámat az üzletre fordítottam. Hm. Az agyam tele volt gondolatokkal arról, hogyan tudnék több pénzt keresni. És soha nem becsültem eléggé a kötelességemet. Valahányszor konfliktus volt a kötelességem és a vállalkozásom között. Mindig az üzleti oldallal foglalkoztam először. A kötelességem háttérbe szorult. Ebben a néhány évben teljesen a pénz váltam. És minden nap küzdöttem az ürességgel, egyre mélyebbre süllyedve. Hmm. Bár újra és újra lázadtam Isten ellen. Ő soha nem adta fel, hogy megmentsen. Amikor a vállalkozásom miatt nem tudtam részt venni összejöveteleken, nővéreket rendelt, hogy támogassanak. Amikor szembe kellett néznem a férjem árulásával, a vállalkozásom kihívásaival és a betegségemmel, amikor fájdalomban éltem, Isten az ő szavaival vezetett, és képesített arra, hogy vágyakozzam a világosság után. Ez így van. Amikor nem akartam elengedni a vállalkozásomat. Isten az orvos szavait használta, hogy tanácsot adjon. Hm. Isten mindig is aggódott értem és törődött velem, és megannyi erőfeszítést tett értem. De én állandóan azon gondolkodtam, hogyan keresek több pénzt. És nem törődtem a kötelességemmel. Valóban önző voltam. Most Isten adott egy esélyt, hogy a kötelességemet végezzem, mm. és ezt meg kellett becsülnöm. Fel kellett áldoznom magam a királyság evangéliumának terjesztésért. Mm. Hála Istennek! Hallottam, hogy később valaki felhívott, és megfenyegetett, hogy pénzsaroljon ki tőled. Oh. ez 2011-ben történt, egy téli napon. Valaki fenyegetőleg felhívta a férjemet. Oh. Mondván, hogy megsértettünk valakit, és arra kérte a férjemet, hogy küldjön százezer jüant. Ellenkező esetben levágják a férjem kezét és lábát. A szívem hevesen kezdett dobogni a félelemtől. Korábban csak a tévében láttam ilyen jeleneteket, és soha nem gondoltam volna, hogy a valóságban is megtapasztalhatom. Hmm. Miért van ekkora káosz a világban? Hogy lehet ekkora sötétség? Igen. Arra gondoltam, hogy amióta a családomnak van pénze, egyetlen nyugodt napom sem volt. És most ez a váratlan szerencsétlenség ért. Abban a pillanatban hirtelen arra gondoltam, hogy ha folytatom a vállalkozást, az végzetes lehet számomra. Igen. Később. Egymás után hallottam több olyan sofőrről, akik áru szállítottak hozzánk, és autóbal esetben haltak meg. Amikor hallottam a haláluk hírét, egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy ez igaz. A fiatalabbak mindössze 20 valahány évesek voltak, a középkorúak pedig csak negyven körül. A legnagyobb hatással egy házas pár volt rám, akik nem akartak sofőrt fogadni, hogy több pénzt keressenek, és éjjel-nappal dolgoztak. Végül a fáradtság miatt autóbalesetet szenvedtek, és mind a ketten meghaltak. Nagy hatással lehetett rád a haláluk. Mm. Igen, így van. Habár kerestek némi pénzt, de közben elvesztették az életüket. Mire volt jó nekik a pénz? Semmire. Az Úr Jézus szavaira gondoltam. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Valóban. Igen. Amikor igyekeztem felkapaszkodni a társadalmi ranglétrán, olyan voltam, mint egy gép, ami éjjel-nappal működik. Bár kerestem némi pénzt, és az emberek dícsértek, és nagyra becsültek. Hm. Nem találtam benne örömöt, vagy élvezetet. Egyre nagyobb ürességet éreztem. A pénzkeresésre ráment az egészségem. És amikor már annyira fájt a fejem, hogy a falba vertem volna, még mindig nem álltam le. Láttam, hogy a pénz erősen korlátoz engem. A pénz olyan, mint egy kés, amely hidegvérrel megöl. Ez okozza a legtöbb kárt. Tényleg így van. Ha még mindig annyi pénz próbálnék keresni, amennyit csak tudnék, a pénz talán… Egy nap engem is halára kínozna, mint ezeket az embereket. Mm. Nem akartam többé a pénzért élni. Miután ezt megtapasztalta, tisztán láttad a pénzhajházás veszélyeit. Mm. Igen. Az jutott eszembe, hogy most még sokan nem értik ezt, mm. és a pénz örvényében vergődnek. Nem tudják, hogyan éljenek teljes, értelmes életet. Ez így van. Szerettem volna minél több embernek megmutatni az evangéliumot, hogy meghallják Isten hangját, és megértsék az igazságot, és hogy ne szenvedjenek a sátán megrontásától. Azt mondtam a családomnak, hogy most nagyon fáj a fejem, és hogy a jövőben nem veszek részt többé üzleti ügyekben. A családom hagyta, hogy felépüljek. Nagyon boldog voltam. Szívből megköszöntem Istennek, hogy kiutat kínált nekem. Hála Istennek. Hála Istennek. 2012-ben a tavaszi fesztivál után mm. átadtam a vállalkozást a férjemnek, hogy ő vezesse. Oh. Én pedig nyugodtan végezhettem a kötelességemet. A lelkemben rendkívüli nyugalmat és békét éreztem. Hála istennek! A mentális állapotom is fokozatosan javult. Mm. Ami még ennél is csodálatosabb volt, hogy a fejfájásom mindenféle kezelés nélkül, mint egy varázsütésre elmúlt. Nagyon meghatódtam, és nagyon is. Tudatában voltam, hogy Isten gyógyított meg, mm. és szabadított meg a kínzó betegségtől. Elhatároztam, hogy meghálálom Istennek az ő megmentő kegyelmét. Mm. Hála Istennek. Azóta folyamatosan végzed a kötelességedet? Mm. Amikor javult az állapotom, a férjem unszolt, hogy folytassam a munkát. Én viszont megmondtam, hogy nem akarok többé ott dolgozni. Ah. Hogyan viszonyult ehhez a férjed? Ah. Amikor látta, hogy nem hallgatok rá, vállással fenyegetett. És azt mondta, hogy ha továbbra is hiszek Istenben, nem ad több költőpénzt. Ah. Ah. Látva férjem szívtelenségét, remektem a dütől. Újra megjelentek a fejemben azok a jelenetek, amikor gyerekként az emberek lenéztek. Mm. Nem akartam újra átélni ezt. Nagyon gyengének éreztem magam. Ha nem hinnék Istenben, továbbra is élvezhetném az anyagi jólétet és mások tiszteletét. Ha úgy döntenék, hogy mindig a kötelességemet végzem, mindent elveszítenék, amin van. A szívemben rendkívüli gyötrelem volt, és egyfolytában folytak a könnyeim. Igen. Az egyik oldalon ott volt a kötelességed, a másikon pedig a karriered. Ez elég nehéz döntés volt. Sírva imádkoztam. Istenem, most nagyon gyenge vagyok, és nem tudom, mit válasszak. Ha kitartok a kötelességem végzése mellett, akkor a karrierem és a családom biztosan elvész. Ha a családomat és a karrieremet választom, és lemondok az Istenbe vetett hitemről, akkor lelki ismeretlen ember leszek. Istenem, nem akarlak elhagyni. Ha te nem vezettél volna lépésről lépésre a mai napig. Nem jártam volna a helyes úton. A múltban nem törekedtem az igazságra, nem áldoztam fel magam. Többé nem lehetek méltatlan a te gondoskodásodra. Szeretnék megfelelően törekedni az igazságra és tovább követni téged. Istenem, kérlek, adj nekem hitet és erőt, hogy ezúttal helyesen döntsek. Ezután elolvastam egy passzust Isten szavaiból. Mindenható Isten azt mondja, nehézségeket kell elszenvedned az igazságért, át kell adnod magadat az igazságnak, el kell viselned a megaláztatást az igazságért, és ahhoz, hogy még többet elnyeri az igazságból, még több szenvedésen kell keresztül menned. Ezt kellene tenned nem szabad eldobnod az igazságot a békés családi élet kedvéért. És nem szabad elveszítened életed méltóságát és tisztességét a pillanatnyi élvezet kedvéért. Mindarra kell törekedned, ami szép és jó, és olyan életutat kell követned, amely értelmesebb. Ha ilyen közönséges életet élsz, és nem követsz semmilyen célt, akkor vajon nem pazarlod el az életedet? Mit nyerhetsz egy ilyen életből? Le kellene mondanod minden testi élvezetről, egyetlen igazság kedvéért, és nem kellene minden igazságot eldobnod egy kis élvezet kedvéért. Az ilyen embereknek nincs tisztességük és méltóságuk. Nincs értelme a létezésüknek. Isten szavait olvasva úgy éreztem, mintha ő személyesen szólna hozzám. Megfelelően kell törekedned az igazságra, ne élj olyan közönséges életet, mint eddig. Igen. Korábban nem törekedtem az igazságra, és nem olvastam eleget Isten szavait. Az időmet és az energiámat az üzletre fordítottam. Sok időt elpazaroltam. Meg kellett becsülnöm az előttem álló időt. És a családom bármennyire is hátráltatott, nem adhattam fel az igazságra való törekvést. Igen. Azt mondtam a férjemnek. Ebben a néhány évben belebetegedtem abba, hogy pénzt kerestem. Ha nem hinnék Istenben, már rég meghaltam volna. Hívőként ragyogó és helyes utat járok az életben. Most, hogy ezt az utat választottam, a végsőkig kell követnem. Mm. Te nem hiszel Istenben, de nem állíthatsz meg. Határozott voltál. Mm. Igen. A férjem látva, hogy nem tud visszatartani, attól kezdve nem zavart többé emiatt. Miután meghoztam ezt a döntést, felszabadultnak éreztem magam. Mm. Ezután mindig végeztem a kötelességemet. Hála Istennek! Hála Istennek! De amikor láttam, hogy az ismerőseim autót vezetnek, eszembe jutott, amikor én is autóval mentem a tárgyalásokra, és az emberek nagyra tartottak. Most elektromos kerékpárral jártam. Amikor a korábbi ismerősök és ügyfelek megláttak, nem köszöntek. És szinte mindenki, akit ismertem, ridegen bánt velem. Nem csak az egykori glóriámat vesztettem el, a családom is szidalmazott. Több mint tíz év üzleti munkát végeztél, majd önként továbbadtad másoknak. Ha nem vezetsz üzletet, lássuk, ki fog még pénzt adni neked. Nem tudom, mi a csodát gondoltál. Tényleg ostoba vagy. Bizonyára felzaklattak ezek a szavak. Akkoriban minden nap rosszul éreztem magam, és rossz kedvű voltam. Ha vállalkoznék, el tudnám érni, hogy mások jó véleménnyel legyenek rólam? A jövőben, ha nem lesz pénzem, hogyan fogok megélni? Ismét a sátán kísértéseinek fogságába kerültem, és elkezdtem egy béterven gondolkodni. Az éjszaka csendjében gyakran forgolódtam és képtelen voltam aludni. Elkezdtem gondolkodni. Hogy lehet, hogy mindig? Amikor a pénz, a hírnév és a státusz kísértésével szembesülök, a szívem zaklatottá válik. Hm. Nagyon szerettem volna választ kapni erre. Később elolvastam ezt a passzust. Ja. Az, hogy a pénz mozgatja a világot, a sátán filozófiája. Ez uralkodik az egész emberiség körében minden emberi társadalomban. Mondhatnánk, hogy ez egy irányzat. Ez azért van, mert minden olyan ember szívébe beleivódott, aki először nem fogadta el ezt a mondást, de aztán hallgatólagosan elfogadta, amikor kapcsolatba került a valós élettel, és azt kezdte érezni, hogy ezek a szavak valójában igazak. Ez vajon nem az a folyamat, amely során a sátán megrontja az embert? A sátán a pénzt használja arra, hogy az embereket kísértse, és megrontja őket, hogy imádják a pénzt, és tiszteljék az anyagi dolgokat. S hogyan nyilvánul meg ez a pénzimádat az emberekben? Úgy érzitek, hogy pénz nélkül nem tudnátok életben maradni ebben a világban? hogy akár egyetlen nap is lehetetlen lenne pénz nélkül? Az emberek státusza azon alapul, hogy mennyi pénzük van, akár csak a tisztelet, amit kivívnak. A szegények hát a szégyen teljesen meggörnyed, míg a gazdagok élvezik a magas státuszukat. Büszkén kihúzzák magukat, hangosan beszélnek és arrogánsan élnek. Milyen hozadéka van ennek a mondásnak és irányzatnak az emberek számára? Nem úgy van-e, hogy sokan bármilyen áldozatot meghoznak a pénz hajszolása közben. Nem veszítik- -e el sokan a méltóságukat és a tisztességüket a még több pénz utáni hajszában? Nem veszítik-e el sokan a pénz miatt a lehetőséget, hogy teljesítsék kötelességüket és kövessék Istent? Nem az-e a legnagyobb veszteség az emberek számára, ha elveszítik az igazság és az üdvösség lehetőségét? Nem gonosz-e a sátán, hogy ezt a módszert és ezt a mondást használja arra, hogy az embert ilyen mértékben megrontsa? Hát nem egy aljas csel ez. Ahogy a népszerű közmondás elleni tiltakozástól afelé haladsz, hogy végül igazságként fogadod el, a szíved teljesen a sátán markába kerül. Ezért akaratlanul is a közmondás szerint kezdesz élni. Hmm. Ez valóban mélyen elgondolkodható. Mm -hmm. Igen. Isten szavai által megtaláltam a gyökerét annak, hogy miért nem tudtam soha kitörni a pénz békóiból. Visszagondoltam arra, amire apám gyakran tanított. Neked majd több pénzt kell keresned, hogy megbecsüljenek. Az emberek a pénzed alapján ítélnek meg. Apám szavai aranyszabályként vésődtek a memóriámba. Arra gondoltam, hogy ezekben az években az olyan sátáni mérgek, mint a pénz mozgatja a világot, és a pénz nem minden, de nélküle nem tehet semmit, határozták meg az életemet. Azt hittem, hogy csak akkor tarthatnak nagyra az emberek, ha van pénzem. Annak érdekében, hogy mások nagyra tartsanak, fáradhatatlanul dolgoztam, éjjel-nappal, mint egy pénzcsináló robot. Ha elfáradtam, nem pihentem, és betegen sem mentem orvoshoz. Túlságosan féltem attól, hogy lemaradok egy kis üzletről. Igen. Amikor konfliktus támadta vállalkozásom és az összejövetelek között, előbb mindig az üzleti ügyeimet intéztem el. Soha nem tettem első helyre a kötelességem teljesítését. És olyankor egyszerűen nem mentem összejövetelre. A pénz megakasztott, nem tudtam szabadulni tőle, és egyre kapzsibbá váltam. Hm. Abból, amit Isten szavai feltártak, végre világosan láttam. A sátán sötét át. Ki akarja használni az emberek nyereség vágyát, hogy ártson nekik? Hm. Ha Isten nem leplezte volna le ezeket, nehéz lett volna átlátnom a tervén. Továbbra is a pénz örvénye sodort volna magával. Hmm, ez teljesen így van. Sok embert rabulejtenek a pénz hajszolásának ambíciói. Ha valaki nem lát át a sátán tervén, akkor fájdalmas életet fog élni. <síl> így van. Miután ezt megtapasztaltam, első kézből értettem meg, hogy nem számít, mennyi pénzem van, mennyire élvezem az anyagi javakat. A szívemben üresség honol. Nem volt értelme az életemnek. Hmm. Így van. Ha még mindig nem tudnám elengedni az előttem álló érdekeket, és ragaszkodnék a pénzhez, akkor a pénz a végén teljesen halálra kínozna. Igen. Ha az emberek nem hisznek Istenben, akkor nem látnak át az ilyen dolgokon. Szüntelenül a pénzt hajszolják, amíg az végül romba dönti őket. Valóban. Ebben az életben eléggé szerencsés voltam ahhoz, hogy kövessem Istent, a saját fülemmel halljam a Teremtő szavait, és végezzem a kötelességemet. Életemben ez volt az, ami a legnagyobb értelemmel bírt. Igen. Nem dobhattam el az igazságot azért, hogy anyagi élvezeteket szerezzek. Ehelyett az Istenben való hitre törekedtem. Igen. Ez volt az evangélium nagy terjedésének ideje. Nekem pedig teremtett lényként felelősen kellett végeznem a kötelességemet terjesztenem kellett az evangéliumot, hogy Isten minél több embert menthessen meg. Ez volt az életem értéke és értelme. Ámen. Miután megértettem Isten szándékát, nem befolyásol többé a pénz. Amikor elmentem a szüleimhez, többé nem szittak, amiért nem foglalkozom az üzlettel, és néha még pénzt is adtak a megélhetésemre. Nagyon jól tudtam, hogy mindez Isten kegyelme és érgalma. És a szívem tele volt hálával iránta. Ámen. Úgy gondolom, hogy ezen az úton, ha nem vezettek volna Isten szavai, nem tudtam volna elszakadni a sátán mérgétől, mely szerint a pénz mozgatja a világot. Még kevésbé engedtem volna el a vállalkozásomat. Megértettem, hogy a pénz, a hírnév, a státusz, az autók, a házak, stb. ezek az anyagi dolgok olyan múlandóak, mint egy szállófelhő. Így van. Csak akkor élhetjük a legértelmesebb életet, ha az igazságra törekszünk. Isten szavai szerint élünk és végezzük a kötelességünket. Így van. Ahogy Isten mondja. Hm. Amikor az emberek karriert futnak be a világban, akkor csak is a világi trendekre, tekintére és nyerességre, valamint a testi élvezetekre való törekvésre gondolnak. Mire utal ez? Arra, hogy az energiádat, az idődet és a fiatalságodat mind lefoglalják és felemésztik ezek a dolgok. Értelmes dolgok ezek? A végén mit nyersz belőlük? Még ha szert is teszel tekintélyre és nyereségre, mindez még mindig tartalmatlan lesz. Mi lenne, ha megváltoztatnád az életviteledet? Ha az idődet, az energiádat és az elmédet csak az igazság és az alapelvek foglalnák le, és csak pozitív dolgokra gondolnál, mint például, hogy miként teljesítsd jól a kötelességedet, és miként járul Isten elé, ha pedig az energiádat és az idődet ezekre a pozitív dolgokra fordítod, akkor amit elnyersz, más valami lesz. A leglényegesebb előnyökre fogsz szert tenni. Tudni fogod, miként élj, miként viselkedj, és hogyan néz szembe mindenféle emberrel, eseménnyel és dologgal. Mihelyt tudod, hogy miként néz szembe mindenféle emberrel, eseményjel és dologgal, az nagy mértékben lehetővé teszi számodra, hogy természetes módon alávesd magad Isten vezényléseinek és elrendezéseinek. Amikor természetes módon alá tudod vetni magad Isten vezényléseinek és elrendezéseinek, akkor anélkül, hogy észrevennéd, olyan típusú emberré válsz, akit Isten elfogad és szeret. Gondolj bele, vajon nem jó dolog ez? Talán még nem tudod, de az életed folyamán és azáltal, hogy elfogadod Isten szavait és az igazság alapelveket, észrevétlenül elkezdesz Isten szavai szerint élni, szemlélni az embereket és a dolgokat, viselkedni és cselekedni. Ez azt jelenti, hogy önkéntelenül alá fogod vetni magad Isten szavainak. Aláveted magad az ő követelményeinek, és eleget teszel azoknak. Ekkorra már olyan típusú emberré válsz, akit Isten elfogad, akiben bízik, és akit szeret, anélkül, hogy tudnál erről. Nem nagyszerű ez. Vagyis, ha az energiádat és az idődet az igazságra való törekvésre fordítod, és arra, hogy jól teljesítsd a kötelességedet, a végén a legértékesebb dolgokat fogod elnyerni. Ezek valóban nagyszerű szavak. Hmm. Igen, azok. Ezek után jobban megértettem az igazságra való törekvés jelentőségét. Hmm. Bár most nem voltam olyan gazdag, mint korábban, és a ruháim sem voltak olyan fényesek és csinosak, élveztem, hogy Isten élettel látott el engem. Amen. Az ilyen dolgokat nem lehet megvásárolni. Arra gondoltam, hogy az évek során többször is Isten ellen lázadtam, megsebeztem a szívét. És sokszor elutasítottam az ő üdvösségét, hogy a pénzt hajszoljam. Nem becsültem meg a lehetőséget, hogy végezzem a kötelességemet. De Isten mindig mellettem maradt, és várta, hogy megforduljak. Nem mondott le a megmentésemről, Miután feladtam a vállalkozást. Isten nem hagyott a hidegben, nem hagyott éhesen. Továbbra is minden lehetséges módon gondoskodott rólam. Isten megmentő kegyelmét nem lehet kiszámítani, még kevésbé visszafizetni. Soha nem fogom megbánni, hogy Isten követését választottam. Hála Istennek az ő üdvösségéért. Dicsőség Istennek. Hála Istennek! A tapasztalataid milyen elgondolkodtatóak. Egész életünkben a végletekig hajszoljuk a pénzt, és a végén nem, hogy boldogtalanok vagyunk, de még össze is vernek. És elveszítjük az esélyt, hogy elérjük az ötvességet. Igen. Képesek vagyunk tisztán látni a pénz és a hírnév lényegét. Köszönjük Istennek, hogy vezet minket. Hála Istennek! Köszönjük, hogy megosztottad a tapasztalataidat. Hála Istennek. És köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok. Viszontlátásra.